Most még több tucat kalodafa van az egyik szőregi tüzéptelepen. A vásárlók csak lassan ébredeznek, az igazán gomoly roham később várható. Pedig az országos sajtóban már arról lehet olvasni, hogy óriási tűzifa hiány jöhet. A munkaerő hiány miatt ugyanis nincsen elég fakitermelő. A szegedi kereskedők egyelőre nem aggódnak. Most még nincs hiány, tavaly ilyenkor már nem volt, meg tavaly előtt sem, de most sokáig volt nyár, és később kezdték el venni az emberek a tűzifát, ez ennek az oka. Megpróbáltunk jobban beraktározni, mint tavaly. Tavaly előtt pont azért, hogy tavaly, meg tavaly előtt már ilyenkor nem tudtunk fát adni. Eközben egyre magasabbak az árak. Tavaly soha nem látott áron lehetett tűzifához jutni, idén pedig ismét az látszik, hogy tovább folytatódik az évek óta tartó áremelkedés. Ráadásul egyes becslések szerint idén még nagyobb növekedés jöhet. Ezen a szegedi telepen Romániából szerzik be az árut, 10-15% drágulás történt. A készleten azonban még van olcsóbb faáru is. Romániában az állam befolyásolja az árakat, és ott meghatározzák, hogy mennyire lehet kitermelni az erdőből a fát, és akkor az befolyásol. Ez még nyári beszerzés, ami itt van. Amit ott kívül látnak, az már az mostani beszerzés. Úgyhogy annak majd valószínűleg drágább lesz az ára. A kereskedők azt tapasztalják, egyre népszerűbb a fabrikett, az ára a tűzifához képest ugyan majdnem kétszeres, fűtőértékben viszont a többszörösét tudja. Ráadásul nem foglal sok helyet és hasogatni sem kell. A drágulás miatt idén több ezer szegedinek lesz jóval drágább a fűtés. Egy kaloda tüzelő ugyanis akár 50-55 ezer forintba is kerülhet.